Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit! A vendégem Böröc József a Rutgers Egyetemről, amit egyébként én következetesen Rutgersnek szoktam mondani, és tulajdonképpen a probléma valahol itt kezdődik. Mondom kell, hogy iratkozz fel, lájkold a videót, és állítsd be az összes értesítést, na nem áll. És alapvetően a mai alkalommal a magyar értelmiségről fogunk beszélgetni, illetve általában a politikai elitről, és arról, hogy mondjuk ennek milyen kitekintése van a világra, milyen nincsen. Azt láttam, hogy a József sok szempontból egyetért azért azzal a fajta ilyen kritikusabb hozzáállással, amivel én is rendelkezem egyébként sokszor mondjuk a magyar közállapotokat illetően. Tehát amikor az ember így fogja a fejét, hogy te jó ég, ilyen vagy olyan marhaságot hogyan lehet mondani. Van egy olyan pár olyan meglátásod, ami szerintem nagyon fontos, és ezek között egyébként van valami fajta összefüggés. Tehát az egyik az, hogy ugye az EU a sok szempontból ilyen birodalmi érdekek mentén szerveződik. És hát ugye ez az, ami Magyarországon valahogyan nem jön át. Nálunk van egy ilyen idealizált EU kép, ami szerintem egy már-már ilyen dadaizmusba megy el, és hát ebből eredően nagyon sok minden nem is igazán magyarázható. Bizonyos értelemben ebben a birodalmi szemléletben benne van az, hogy Kelet-Európához hogyan viszonyul, illetve az is benne van, hogy a világ egyéb részeihez hogyan viszonyul. Tehát ez az egyik, mondjuk a másik, ami nagyon lényeges, ugye ez az eurófehérség, ami arról szól, hogy tulajdonképpen a világgal szemben, ugye jó részt ugye ezeknek a nyugat-európai államoknak van egy ilyen kvázi kirekesztő attitűdje. És ez részben az EU-n kívüli államokra vonatkozik, részben Kelet-Európára is. Ez is egy nagyon érdekes, hogy ez valahogyan úgy, mintha nem tűnne fel. Tehát amikor ilyen ideális államokként írják le Nyugat-Európát, akkor ez valahogyan nem megy át. És itt jön a lényeg, tulajdonképpen, amiről ma beszélnénk, az pedig az, hogy a magyar értelmiség az sokszor úgy tűnik, mintha ezekből semmit nem látna. Nem látna, vagy nem is akarna látni. Ugye valamikor azt használtad egyszer azt a kifejezést, hogy a magyar értelmiség az réved, tehát, hogy kvázi, mintha ilyen varázsló lenne, úgy magyarázza el a világot a törzsnek, és akkor az van a világban, ahogyan ő berendezi azt. De nagyon sokszor úgy tűnik, hogy félre réved egyébként, tehát, hogy tulajdonképpen a világban nem az a mozi zajlik, amit ő néz. Másrészt pedig én azt is látom, hogy sokszor nagyon-nagyon feudálisak a reflexei. Tehát ezekről az összefüggésekről mit gondolsz? Oké, hát köszönöm a meghívást, és örülök, hogy itt vagyok. Tehát a három az, amit mondtál, ugye EU mint birodalom, vagy aszerűség, az eurófehérség, illetve ennek a kelet-európai verziója, illetve reakciója, vagy nem tudom. És a harmadik pedig ez a, hát mondjuk így neofeudális, vagy rendieskedő, nem tudom, milyen habitus. Valóban ez mind a három összekapcsolódik. Hát az EU és birodalom témában az egyébként aktualitását az adja a dolognak, ha jól nézem, most ma éppen február 4-én veszük föl ezt, éppen most nyilatkozta, tehát belekerült az ismét a nagy politikába ez a fogalom, mert a magyar miniszterelnök úgy fogalmazza meg a teljesen tette, hogy nem siralmasan egysíkú kritikáját az EU-val szemben, hogy nem akar, tehát hogy az EU birodalom akar lenni, és mi meg nem akarunk azzá válni. Hát ez, szóval, hogy így nem kéne. Én nem ebben az értelemben, én használtam ezt a szót, de nem ebben az értelemben. Tehát az, hogy birodalom, az egy terminus technika, ez egy szakkifejezés, ami azt jelenti, hogy szupraállami hatalmi szervezet. Ez ilyen nem túl bonyolult dolog. Két fő formája volt a történelemben, az egyik az a szárazföldi földi birodalom, lásd mondjuk orosz birodalom, kínai birodalom, stb. Tehát ami úgy terjed a térképen, mint a hogy tintapaca, ugye minden irányban, ameddig csak valami ellenállásban nem ütközik, vagy el nem éri mondjuk a tengerpartot, vagy nem tudom, mi akadályozza, vagy tovább terjedjen. A másik pedig ennek van egy egészen különleges formája, az pedig a gyarmati birodalom, vagy mások úgy mondják, hogy tengeri birodalom, amely ugye ennek ugye az a jellegzetessége, hogy van egy központja X helyen, és vannak az alávetett régiók nagyon messze tőle, egészen messze. És a kettő közt a birodalmi élet az ilyen hajszál vékony vektorokon keresztül történik, tehát hajóutazási útvonalakon, kommunikációs kábeleken, stb. Ez a többi, ez sokkal későbbi verzió. Tehát ez, hogy mondjam, ez csak azért mentem ebbe bele, hogy
Az a szó, hogy birodalom, az nem az ördögtől van, és nem is szükségszerűen szitkozódás. Tehát a birodalom, tehát hogyha most nem az Orbán Viktori értelemben, hanem mondjuk tudósként beszélünk róla, tehát mondjuk a hosszú távú történeti szociológia vagy a nyelvtani társadalományai nézőpontjából nézzük, akkor ugye arról van szó, hogy van egy geoekonomiai, geopolitikai rendszer, ebben a világ teljes egésze benne van, és a különféle ebben megjelenő mondjuk így nagy szervezetek azt csinálják, hogy növelni próbálják a kifelé irányuló befolyásukat. Tehát magyarul a saját szempontjaikat, igényeiket, érdekeiket megpróbálják rákényszeríteni az őket körülvevő világra. Tehát kivetítik a saját hatalmukat magukon kívülre. Ezt csinálja mindegyik nagy szervezet, egyébként mindegyik közepes és kis szervezet is a maga szintjén. Tehát mondjuk például a magyar állam is ezt csinálja a szomszédaival, főleg a kisebbekkel, meg a gyengébbekkel, de vagy a szegényebbekkel, tehát ugye minden. De ezen kívül nem csak államoknak van geoekonomiája és ebben az értelemben birodalmi logikája, hanem mondjuk például vállalatoknak is. Tehát ugye azt is mondhatjuk, hogy a nyugat-európai vagy észak-amerikai nagyvállalatok logikáját is a birodalmiság vagy a birodalmiasság hatja át, azok is globális terjeszkedésben, kontrollban, tehát ellenőrzésben gondolkodnak, stb. Hát ez az egyik kérdés. Ebben az értelemben, így kanyarodom vissza az EU-ra vonatkozó kérdésen, bocsánat, hogy ilyen sokáig, de ez muszáj, hogy elmondjam, mert különben. Tehát, hogy ugye az elkerülhetetlen, hogy az EU is valami e-féle, ilyenféle terminusokban vizsgáljuk. Én egyszer jó régen szerkesztettem egy néhány tanulmányt, melyek megjelentek a replikában, az volt a válogatásnak a címe, hogy EU birodalom? Kérdőjel. És akkor nagyon megtámadtak engem, kiszerkesztettek úgymond azzal, hogy igaz, kb. Az volt a lényege, két kritika volt, az egyik konkrétan az, hogy csak a jobb oldal mondja ezt a fajta kritikát Magyarországon, a másik pedig kifejezetten erkölcsi magasságokba emelte az ellenem irányuló kritikát, nevezetesen, hogy az én erkölcsi kötelességem az volna, igaz ugyan, hogy igazam van, talán, nem tudjuk, de minden esetre az erkölcsi kötelességem az lenne, hogy hazudjak erről. És ez elvezet bennünket valamilyen értelemben a probléma általad keresett kérdéshez is. Tehát, hogy ugye nagyjából az, hogy az első reakció, hát hogyha csak a jobb oldal, ez egy jó néhány évvel ezelőtt volt, tehát ez nem közelmúltban volt, hát nyilvánvaló, hogy csak a jobb, ha az úgynevezett bal oldal nincs, illetve a mondjuk a politikai spektrum közepét becézzük baloldalnak, és az a közép az nem érdeklődik az iránt, hogy kritikai szóval illesse a fennálló viszonyainkat, akkor nyilvánvaló, hogy tágra nyitja a lehetőségét annak, hogy mindenki, így köztük a legordasabb szélsőjobboldali emberellenes eszmék képviselői is, az igazság bizonyos elemeit tartalmazó, de teljes egészükben viszont hazug módon, ugye, de használják ezeket a szavakat. És körülbelül ebben az állapotban van Magyarország egyébként, nézetem szerint egyébként, nem is a rendszerváltás óta, hanem egy kicsit már korábbtól kezdve, konkrétan azóta, amióta a mondjuk így mintaadó értelmiségünk jelentős csoportjai, tehát ezek ugye informális hálózatok voltak, rendkívül tiszteletre méltó, szeretetre méltó, impresszív, csodálatos emberek is voltak köztük, tehát ezt ne értsük félre, én nem simfölöm őket így utólag, de hát a tény az, hogy egy ponton elhatározták, többé-kevésbé nagyjából egy időben, hogy nem baloldalról fogják kritizálni az államszocializmust, hanem liberális oldal, tehát középről. Tehát magyarul nem az lesz az Kádárra vonatkozó, vagy kádárizmusra vonatkozó kritikájuknak, nem az lesz a lényege, hogy nem szocializmus, azt mondja, hogy szocializmus, de nem a felé mutat, hanem az lesz a baj a szocializmussal, hogy nem kapitalizmus. Na most ez az utóbbi politikailag rendkívül jól bejött, és hát tulajdonképpen a rendszerváltást bizonyos értelemben ennek a gondolatnak a jegyében nyelték le az értelmiségi elitek, amelyek betolultak a politikai mezőbe, amely ugye üres, megüresedett, mert az egy párt ugye ki kellett, hogy húljon belőle. De abban az értelemben ettől még nem lett igaz. Bizonyos értelemben, hogy mondjam, gyártási hibás a rendszerváltás
ebben az értelemben. A magyar értelmiség maga is rendkívül elképesztően rétegzett, hihetetlen igazságtalanságok és egyenlőtlenségek sora van magán az értelmiségen belül is. Nagyon ritkán beszélünk róla, de ez így van, tehát egész más értelmiségének lenni, mit tudom én, kelet-magyarországi kis faluban, és más ugyanolyan értelmiségének tehát lenni, mint tudom én, mondjuk a 6. kerületben Budapesten, hogy ne rögtön a 12-et mondjam. Tehát, hogy, és akkor, és ez még csak a területi jellege volt a dolognak, és akkor ugye még van még az, ugye, hogy az egyéni élettörténetek, tehát ugye mikor történt a mobilitás, ugye, tehát mikor lépett ki például az óriási, hát mondjuk így posztjobbágyi paraszti tömegekből az adott értelmiségi csoportnak, vagy személynek mikor léptek ki az ősei, ennek megfelelően ugye mindenki magában hordozza a múltját, a családjának a múltját, és egész más érzékenységek lesznek, egész más figyelem lesz. Hát ez, mondjam, az értelmiségről úgy általában nagyon nehéz beszélni, csak azért mondom, mert ugye erről fogunk szerintem, tehát én most meg fogom tenni ezt, de azért azt is mondom azért, hogy ebben van egy bizonyos fajta igazságtalanság ugye azokkal szemben, akik ugye, tehát ezt most mondom, hogy ez nem egysíkú a dolog, hanem nagyon összetett. Most a sztori lényege szerintem az, hogy ez egy elképe, a szellemi élet itt a rendszerváltás óta elképesztően, hogy mondjam, hierarchizált, bizonyos értelemben a szellemi tér uralására törő, hát hogy mondjam, harci terület. Hát, és különböző informális csoportok állnak egymással küzdelemben, de tudjuk ezt, mert ebben semmi újdonság nincs, ezt, hogy bizonyos értelemben ezt a rendszert örököltük már tulajdonképpen már a 19.-20. század fordulóján is ez volt, és azóta is folyott, tehát ugye a urbánus népi, vagy népies, bár az utóbbi szerintem rossz terminológia, tehát nem népi, vagy nem tudom. És akkor erre rakódik rá, ugye, hogy van a kuruc és labanc érzület, ugye, tehát van az az érzület, ugye, hogy inkább olyannak kéne mint Ausztria, a másik pedig, hogy van egy ilyen, ez ilyen hepciás petőfis, ezért, hogy hát mit nem beszél az a német. Tehát ugye ez mind van, és ezt jól el tudom élettörténetileg is mondani, én Debrecenbe jártam egyetemre, és ott elég nagy a sűrűsége az egyik csoportnak, és kevesebb a másiknak. És ott én úgy néztek, mintha én a másikból jöttem volna, tehát én állandóan ebbe voltam. Mindegy, szóval a lényeg az, hogy ez van. Most ráadásul is még ehhez még hozzáadódik, hogy ugye a világban van egy rassz megkülönböztetés, vagy rassz hát kogníció néven nevezhető jelenségkör, amire a magyar értelmiség, mint minden értelmiség, természetesen kell, hogy valamilyen módon reagáljon, és reagál is. Sajnos az én gondom ezzel, hogy és e tekintetben az értelmiségünk legtöbb csoportjára ez sajnos úgy nagy átlagban, nem minden személyre, de azért a tömegesen nagyon is érvényes, hogy félreértés sorozatban vannak, tehát ők azt hiszik, hogy a rassz hovatartozása, vagy a rasszizmusnak mondjuk az a lényege, hogy milyen színe van a bőrödnek. Tehát ez egy vicc. És ezt annak ellenére mondogatják, hogy egyébként azon tagjai e csoportoknak, amelyek kapcsolatba kerültek mondjuk nyugat-európai vagy észak-amerikai, mondjuk így domináns a világ rasszrendszerében domináns helyzetben levő csoportok, azok, hogy mondjam, tucatjával tudnák mesélni, és mesélik is a történeteket, hogy diszkriminálnak velük szembe, ugyanúgy megmagyarázhatatlan, hogy mondjam, minden szempontból a rassz diszkriminációra emlékeztető, strukturális diszkriminációra emlékeztető módon. Ugyanakkor ugye abban a furcsa helyzetben találják magukat, hogy nekik az a diskurzív álláspontjuk, hogy ők fehérek. Tehát ugye ezen a ponton megvalósul az, amit az NDK-NSK egyesüléskor, ugye ez a híres vicc volt, ugye, tehát ugye találkozik egy keletnémet és egy nyugatnémet, és a keletnémet mondja, hogy wir sind ein Volk, tehát egy nép vagyunk, mondja a keletnémet a nyugatnémetnek, keblére ölelve a másikat, és a másik pedig azt mondja, hogy und auch wir.
hogy Unwirtschaft. Tehát mi is? Tehát igen, magyarul, igen. Hogy ők bocs, de hát, tehát ők, most ez az európázás, ez enne, tehát a kelet-közép-európai európázás ennek csodálatos példája, szerintem. Tehát ugye, tehát ez a, hogy, mondjam, hogy is megyek ezt, a rétegzett Európa, vagy több régióból álló Európa, volt egy időszakban, egy időben volt egy ilyen beszédmód. Ez pontosan lefette azt, hogy mondjam, a világszemléletet, ami átlengi a nyugat-európai társadalmak jelentős részét. Ismét csak nem arról van szó, hogy minden német, vagy minden holland, vagy minden francia így, vagy brit így gondolkodna, hanem arról van szó, hogy vannak bizonyos kulturális jellegzetességek ezekben a társadalmakban, amelyek így kapcsolódnak a gyarmati múlthoz. Nem is tudnának más csinálni, mert ez a múltjuk a szerencsétleneknek. Tehát most azért mondom, tehát hogy egy mit tudom én, 1970-ben született németnek nem lehet olyan nagyon jó ilyen szempontból, mert nem nagyon van más közeg. Hát, és ezért keresik a jó szándékú, jó arcú, tisztességes gyerekek az alternatív helyeket, mert az ott úgy próbálják kifejteni az erre vonatkozó nézeteiket. Ezért van az, hogy a földközi tengeren a menekülteket fölszedő hajó parancsnoka, ugye, az egy német női személy, aki úgy döntött, de ki ez, aki így fejezi ki, mondjuk például a német kultúrában, a múltjában, hogy mondjam, felelhető borzalmakkal szembeni ellenállását, kritikáját, önkifejezésének ez a formája. De ez mindig ugye kisebbség. Na most ezt nem nagyon érzékeli a magyar közeg, illetve hibásan érzékeli, illetve tehát úgy, egy jelentős hányada azt hiszi, hogy minden rendben lenne ezzel az Európával, csak az kéne, hogy mi nekünk is, minket is elfogadjanak olyan fehérnek. Tehát magyarul a rassz megkülönböztetés kritikája nem fér bele ebbe, csak az a kritika fér bele, hogy mi is szeretnénk abba a privilegizált csoportba tartozni. Tehát így nehéz lesz, tehát hogy mondjam, a beszélgetés, és ezen kívül azt is kell, hogy mondjam, hogy azért borzasztó ez, mert ugye ez nem alapszik egy racionális világképen. Tehát nem alapszik azon, hogy aki ilyet gondol, ami az tényleg az értelmiségünk nagy része, sajnos, hogy az végig gondolta volna, hogy ez hova fog vezetni. És hogy miért jó ez nekünk, mondjuk hosszabb távon, hogy jó ez nekünk. Egy olyan világban, ahol mondjuk évente mondjuk 2%-kal növekszik a kínai gazdaság súlya a világban. Hogy azt kell mondani, az-e a nyerő sztori Kelet-Közép-Európa számára, hogy azt hajtogassuk, hogy mi is olyan ezek vagyunk, pigmentálatlanok vagyunk, mint a, mit tudom én, az északiak. Tehát, hogy ebben az értelemben, és ez szerintem az Európa fogalom, vagy a hát jelképé vált kifejezés, ez az Európa jelkép vonzerejének elég jelentős része a mi kultúránkban. Nem, ez sem a kezdődött egyébként, ennek is mindennek megvan a hosszú távú tradíciója, tehát már a 20. század második, harmadik évtizedében, amikor ugye a magyar baloldali gondolat azért az is génállományról értekezett időnként, nem szeretünk erre emlékezni. És akkor még egy utolsó dolog, hogy nekünk annyiban pehünk van, hogy elég távol van a nyelvünk azoktól, a nyelvektől, amelyeken hát valamit meg is lehetne tanulni a világról. A magyar nyelven rendelkezésre álló mondjuk könyvek, irodalom, például a világ nem európai részéről, eléggé elavultacskák, egyfajta ilyen romantikus, hát ilyen vadászirodalom, meg, de ilyenek dominálják, ugye, ahol ugye az volt a nagy truváj, hogy a magyar arisztokrata tulajdonképpen ő is olyan, mint a brit arisztokraták, ő is el tud menni Afrikába nagyvadra, vagy nem tudom, most kicsit karikírozom, mert más is van, de azért nagyjából ez, tehát hogy
hogy mondjam, mi egy, nem egy nagyon nagy forgalmú része vagyunk a világnak, és keveset utazik az értelmiségünk, érthető okokból, nem bántásból mondom, hanem egyszerűen tény megállapításként. Tehát mondjuk pedagógus fizetésből nem is nagyon fog sikerülni, tehát ez ugye nyilvánvalóan így függnek össze a dolgok, ugye, tehát a neoliberális állam megfojtja az értelmiségnek azt a részét, amelyik képes lenne új kultúrát létrehozni. Tehát, de a lényeg az, hogy elképesztően elavultak a gondolatok, amelyek mondjuk a világról szólnak. Magyarországon mind Európáról, mind Amerikáról, mind pedig mondjuk így a délről nagy része nagyon elavult, és hát nem, ezt már máshol is többször mondtam, nem nagyon találkoznak az értelmiség tagjai másokkal. Tehát az, hogy tudom én, nem egy nagy dolgot mondok, csak mit tudom én, egy órás, mit tudom én, vacsorát eltölteni mondjuk, mit tudom én, az XY saját foglalkozási kategóriájába tartozó mondjuk, mit tudom én, gánaival. Hát ha ez a dolog, ez nincs, ez nem létezik. A nyugat-európaiak, észak-amerikaiak jelentős részének meg van. Mert valahogy oda mennek az emberek a globális délről is, és egyébként jelen vannak az egyetemeken. Te most a Cornellen vagy? Most a Cornellen vagyok, igen. Hát ott is gondolom, egy csomó ilyen mindenféle nem európai gyerek külföldi van. Persze, igen. Ugye van egy ilyen a napi érintkezésem, a kialakuló ilyen percepciórendszer, ami nálunk nincs. És tehát ez, én tulajdonképpen őszintén szóval nem is nagyon tudom, hogy lehetne ezen változtatni, mert nagyon pénzkérdés, illetve hát nagyon soká fog az még tartani, hogy a magyarországi ösztöndíj rendszer annyi mondjuk globális délről származó gyereket hozzon ide, hogy az valamilyen módon hatást gyakoroljon a magyarországi, pozitív hatást gyakoroljon a magyarországi közegre, csak a negatív ugye előítéltek az irániakkal szemben. Ugye engem fölvettek például Amerikába Duke-ra tanulni még annak idején nagyon régen, és aztán ez nem jött össze, ugye, mert a tandíjat le tudtam alkotni, de még itt sem jött össze, mindegy is. És akkor az volt, hogy nagyon jóba voltam ilyen német professzorokkal, együtt hociztunk is, mert mindenfélét csináltunk velük. És akkor odaálltam az egyik elé, és tényleg rendszeresen mentem velük konzultálni, és a többi. Odaálltam az egyik elé, hogy adjon nekem ajánlólevelet, és ez egy kedves ember volt, így a szememben nézett, ilyen kék szemeket képzelj el, és azt mondta, hogy a német professzorok németeknek adjanak ajánlólevelet. Menjek, és keressek egy magyar professzort, majd ő ad nekem. És az egész ilyen, tehát azért akkor sokkolt. Tehát ez volt az egyik ilyen erős sok. Tehát, hogy tényleg, amit az ember így a tudományos pályája elején kap, hogy atyaig, ezek még mindig így gondolkodnak. Tehát azért ez egy nagyon kemény ilyen posztnáció, ami szerintem időről időre megjelenik náluk, de hogy olyan, mint hogyha nálunk erről nem is tudnának, vagy arról, hogyha általában mondjuk egy német-európai jogász megkérdezel, az csak a nemzetállamban fog gondolkodni mindig. Tehát mindegyik, szinte mindegyik. Van kedvesebb, aki lágyabban, van, aki pedig nem olyan lágyan, de mindig ez fog jönni. Tehát, hogy borítékolni lehet, hogy mit fog mondani, hogyha egyébként odaállsz elé. Vagy mondjuk az is nagyon érdekes arra reflektálva, amit mondtál, ugye, hogy DDR, ugye nyugat-németeknél ment az, hogy Die Deutsche Russen, tehát a német oroszok, ugye? És hogyha megnézed, nemrég volt a Freie Uninak egy kutatása arról, hogy a német egyetemi rendszerben kik lesznek vezetők. A német egyetemeken szinte csak nyugat-német diplomával leszel vezető, bármilyen vezető pozícióban általában, és keletnémetek nem lesznek, és vagy csak nagyon-nagyon-nagyon ritkán, és általában férfiak, tehát nők sem. Ilyen egyszerű. Nem csak Németországra akarom kiérezni, hiszen ezt egyenként lehet az egyes államokkal, a briteknek a reflektálatlansággal történni, az amerikaiaknál végképp lehet mondani, mert szerintem ez a Greatest Nation, ez mindent ellep, ami mögötte van, tehát egy kicsit megkapírgálod, és látod, hogy most csak Ithakáról beszélek, itt ugye tényleg az van, hogy itt van ez a szuperelit egyetem, de 40%-a Ithakának a Federal Poverty Line alatt ér, nem? Tehát, hogy ilyen dolgokról beszélek, hogy így kirakod, és az egészet elfedi. És tényleg, amikor mondjuk Magyarországról a jó ember kiszabadul egy hétre, azt mondja, milyen szép hazamegy, és el fogja mondani, hogy milyen szép. Tehát a lényegét nem fogja elmondani nagyon sokszor szerintem, ami mögötte van. Én azt is látom egyébként,
hogy ez azért ötvöződik ezekkel a feudális reflexekkel nagyon sokszor, amikre a sajtó is ráerősített. Ráadásul, hogyha mondjuk ezt a státuszkót valamilyen módon kikezded, akkor nem fognak megjelenni az írás, hogy ugye ezt beszéltük ma is korábban, és te is jártál így, én is, most egyik barátom járt így, fölkérik, megcsinálják az interjút, majd nem jelentetik meg. Tehát tényleg, és ezek ilyen magukra valamit adó újságírók, vagy elvileg ők azt gondolják, hogy adó. Ezek az ilyen ajtónállók a magyar értelmiségben, ezek is bizonyos értelemben olyan, mintha nem lenne egyfajta világra nyitottság, vagy hogy valójában mi történik a világban. Hadd mondjak erre valamit. Volt nekem is egy ilyen, eléggé szíven ütött egy ilyen történetem itthon, Magyarországon. Tehát konkrétan elkészült egy elég ambiciózus interjú, amiben én is részt vettem, és előre mondta a folyóirat, hogy közli, és utána úgy tudtam, és azt is mondták, hogy mit tudom, októberi számban fog megjelni, megyek az októberi számot megvenni a újságosnál, de nincs benne. Tehát így derült ki. Tehát, hogy annyira nagyon ezért voltak, tényleg vitéz emberek voltak, hogy még megmondani sem nagyon mondták, meg csak utólag kaptam egy magyarázatot. De innentől szerintem itt akarom fölvenni ezt a dolgot. Tehát, hogy ilyenek sora van, éri az embert. Ez mondjuk a hazámba történt, tehát mondjuk ez nem arról van szó, hogy németek. Az egy hasonló probléma, egy kicsit más, de bizonyos részeiben. De a lényeg az, hogy én nekem az az érdekes ebbe, tudod, hogy hol, mit csinálok ezzel, mit csináljak én ezzel, mint társadalmi elemző ember, aki nézem és kutatni próbálom, és kritikusan szemmel nézni. És én most arra gondoltam, hogy most már esküszöm neked, azt fogom csinálni. Kaptam végül is ettől a meghatározott folyóirattól egy ilyen egyes sortával egy oldalas szöveget végül is, hát miután már ott kifejeztem a boldogtalanságomat azért, hogy egy büdös szó nélkül kivették a lényegében a szövegemet a labból, és azt a szöveget fogom elemezni. Még nem jutottam hozzá, de megvan, és a maga nemében csodálatos termék. Tehát, mert ugye egy mondjuk így most én nagyon egyszerűen mondva, egy szabad elvű újságíró elitjének az egyik tagja, azt magyarázza el, hogy miért nem szabad azt a gondolatot elmondani, amit én elmondtam. És azért, mert az nem szabad elvű, nem tudom, érted? Tehát, hogy, hogy egyfajta szűkkebbű doktrinál dolog, de annyiban érdekes, hogy szerintem ez egy nagyon érdekes, és ezt csinálni kéne, mondjuk például most a te német példáidat idézve, például német vonatkozásban is. Tehát ugye a dolgok azok úgy történnek, hogy így vagy úgy, itt vagy ott valahol biztos, hogy meg lehet jelentetni. Tehát, ugye, tehát van egy, mondjuk az én alaptörténetem csak erre vonatkozóan, hogy van Németországban egy NDK történetre szakosodott kutatóintézet, amely a volt NDK-ban létezik, egy nagyon szép kis városban. Én nem akarok rátérni, hogy melyik, de mindegy. Ahol akkor, mikor én ott jártam, akkor volt körülbelül egy olyan 20-22 főállású kutató, akik mind a DDR gesichtével foglalkoztak. Tehát ez az NDK-s múlt feldolgozása a német történettudomány számára, mondjuk ez a célja ennek az intézetnek. Ja. És ott úgy néz ki a dolog, úgy nézett ki a dolog, hogy volt egy igazgató, aki nyugat-német. Igen. Tehát nem csak diplomája van, hanem tehát ő nem az NDK-ba. Tehát ő úgy került be az NDK-ba, hogy igen, most ott van, amikor már... Így, ő hiteles, igen. A tudományos titkár, tehát ez, aki az ügyeket viszi, igazgató helyettesi rangban, az egy nyugat-berlini srác. Egyébként egy roppant kedves arc, egy ilyen poszthippi alkat, aki, hogy mondjam, habituálisan tökéletesen tudok vele harmonizálni, meg minden, haverok vagyunk. Tehát van egy nyugat-német vezető, nyugat-berlini helyettes, és mindenki más kelet-német. Igen. Tehát, hogy ez és akkor voltak ilyenek, amikor én ott jártam, hogy ő ezért ez nem sokkal az egyesülés, így a város egyesülése, Berlin egyesülése után volt Berlinben. És
ilyeneket mondtak még vacsoránál emberek, hogy hát ő megismeri az NDK-sokat. Hát honnan? Hát arcról, ruházatról és szagról. Igen, mellett, igen. Tehát most hogy mondjam, és ez ugye azért rendkívül érdekes, mert ez a német nemzet. Tehát ugye, tehát egy ilyen hegemon német beszédmód, akkor még ez nagyon élt, ez a Kohl-féle beszédmód, ez nagyon élt még akkor, ugye, hogy egységes a német nemzet, tehát hogy kerülünkre öleljük a testvéreinket, ez körülbelül ez volt az. Hát nem ölelték, nem annyira ölelték, hanem így méregették. És hogy nyilvánvaló másik irányból is, más okoknál fogva, és más motivumokon keresztül. Na jó, mindegy, szóval ez abban igazad van, valóban van ebben bizonyos, hát mondhatjuk feudálisnak is, én rendiesnek gondolom, mm-hmm. Tehát hogy azt találom a jobb számomra használható kifejezésnek, hogy ugye van, annak többféle formája van a rendies működésnek, van egy szélső rendies, amikor meg is, tehát megvan csodmilyen csontos, tehát vagy nem tudom én, ki van jegecesedve a rendére, tehát hogy formális ezek, rangok vannak, és nem tudom micsoda. Igen. Efelé tartunk itt már Magyarországon is, tehát amikor ugye vezető állami funkciókat mondjuk Habsburgunok a kának adnak, vagy más, egy másik, egy osztrák arisztokrata kapja meg, tehát tényleg az ész megáll, akinek a létét ugye onnan, én úgy onnan értesültem, hogy rende, amikor 20 fősnél nagyobb, vagy mennyi, 15, vagy nem tudom hány fősnél nagyobb rendezvény tilos volt, akkor voltak 200 annál ott a buliba, ott valahol, az udvarházában, valahol ott a Dunántúlon. És ilyenek is vannak, és hát az is megfigyelhető, hogy a NER csúcsokon van bizonyos arisztokrácia majmolás. De hát ugye az a helyzet, hogy a történelmi múlton nem lehet túllépni, és ezért alapvetően mégis inkább csak egyfajta ilyen gentroid habitusban jelentkezik, és ezért van az, hogy ennyire kisszerűek az üzletek, ennyire tehát a nagy átverés, az ilyen pici átverés, tehát most bocs, de tényleg, az igazságügyminiszter helyette, vagy államtitkár, tényleg, ez azért, hogy így, hogy kapja cashbe a pénzt. Tehát, hogy annyira amatőr alap. Tehát tényleg, de a másik, ennél engem jobban érdekel az a dolog, amikor nem ennyire szélsőségesen, nem ennyire megmerevedett módon van, hajazunk a rendiségre, hanem úgy kicsit közelebb van már a nem rendi társadalomhoz, vagy nem tudom, posztrendi társadalomhoz, amiben esetleg mondjuk a teljesítménynek is bizonyos szerepe lehetne, hát nem sok, de egy pici. Ingyenes jog. Nagyon-nagyon lecsökkentették. Ez a prokátor jurátus nemzet, ugye? És hát engem leginkább az zavar ebben az egész magyarországi helyzetben, hogy milyen hihetetlen mértékig zárnak a határok. Tehát a különféle csoportok közötti határ, az átjárás. Mindenféle szempont, egyébként generációk között is, de mondjuk az országon belüli hovatartozás alapján is. Tehát amikor én Debrecenben, én Budapesten nőttem, ott itt születtem, nőttem fel, de véletlenül Debrecenben irányított az akkori, felsőoktatás politika néhány embert, azokra a szakokra, amelyekre én jártam, én oda jártam egyetemre, én nekem a mai napig vannak ismerőseim, akik szentül meg vannak győződve arról, hogy én debreceni vagyok. Uh-huh. És én nem azért, most nem baj nekem, engem nem zavar, ezt csak mondom, hogy de miért? És hát azért, hát oda jártál, nem? Tehát akkor ez azt jelenti, hogy az ő fejében fogalmilag az egy különböző hely, és hát aki járt ott, meg ugye látja mondjuk a magyar politikába illesztettségét például annak a városnak, az azért nagyjából érti is, hogy miről van szó. Tehát ugye ez a Kósa Lajosi polgármesterség ugye elég rendesen, de is tehát rögzített is. Tehát csak azt akarom, hogy nem eléggé fluid a társadalom, ezt akarom csak mondani.
Tehát, hogy messze nem, annyi, nem elég fluid ahhoz, hogy, egy, hogy, egy, hogy az előttünk álló, hogy mondjam, szellemi kihívásokat és ilyesmiket, meg, és az értelmiség, ezeket a kihívás, ezekkel a kihívásokkal meg tudjunk birkózni. És hát tulajdonképpen bizonyos értelemben Magyarországon az értelmiség, az, hogy ki lesz 20 év múlva a hangadó értelmiségé Magyarországon, az nagyjából mondjuk hangadó 20-as évei végén, 30-as évei elején járó értelmiségi, az már eldőlt. Tehát az, az már megvan. De azok most 10-15 évesek, de már az kialakult. Tehát az, hogy ugye, ennyire strukturális ez az igen, egész. Igen. Tehát, hogy, tehát az, ahogyan újra termeli magát, nem? Így van, tehát van egy, egy elképesztő újra termelődése a szakmáknak, ez is egyébként rendies vonát, a hivatásrendi logika, ugye, hogy az iparosnak iparos lesz a gyereke, a, nem igen. tudom én, a prókátornak prókátor lesz a gyereke, a színházi rendezőnek színész lesz a gyereke, vagy viszont, tehát hogy igen. magától értetődőnek vesszük ezeket a jelenségeket. Tehát ez az én számomra az aggasztó, tehát hogy mondjam, úgy tekintünk el tőlük, hogy hát ez van. Ez van. Igen. És hát ugye ennek megfelelően, most visszatérve a globális vagy a külső belső viszonyok közötti integráció kérdésére, már az is eldőlt nagyjából, hogy mely csoport lesz mondjuk 20 év múlva az Magyarországon, amely mondjuk Magyarországot a világ felé képviseli, és a világ tendenciáit mondjuk Magyarországon érvényesíti, vagy képviseli. Ez is nagyjából eldőlt már. Tehát ez erre vonatkozó verseny, ezekre a mondjuk így elit pozíciókra való szóló verseny, ez nagyjából már el. Tehát ez a Corvinuson végzős, tehát most igen. lehet, hogy ez még más egyetem is, nem tudom, de hogy amelyik ilyen lesz, de nagyjából, illetve akik külföldön végeznek, azok közülük azok, akik végül is haza bátorkodnak, ami nem tudom, ezt nem tudom eldönteni, hogy mennyi lesz közülük. És ennek megfelelően egy viszonylag szűk, mondjuk így több generációt tekintve, ilyen történelmi, viszonylag szűk csatornán kell, hogy mondjam, áramlik a tudás ki és be. Igen, igen. És azért hallatlanul érdekes egyébként, csak egy ilyen megjegyzést mondok, hogy a Covid előtt ugye elég meredeken növekőben volt a magyar társadalomnak az európai, hát mondjuk így viszonyok vonatkozásában, vett mondjuk kitettsége, hogy ilyen szépen fejezem ki magam. Tehát egyre növekvő arányban dolgoztak magyarok, megjártak egyetemre, Nyugat-Európában, Nagy-Britániában is, meg hát kontinentális Európában is. De ennek egy jelentős része nem képeződik le a magyarországi értelmiségi elit beszédben. Tehát az, hogy a magyar kamionosoknak milyen tapasztalat, tehát milyen tudásmennyiségük van, ami szerintem hallatlan kell, hogy legyen, mondjuk abban, hogy mondjuk Porto és mit tudom én, Bergen között fuvaroznak, tehát nem is biztos, igen. hogy Magyarország, tehát hogy mit tudnak ők meg arról a világról, hogy kik a haverjai, kikkel veszik körül magukat, kikkel kell egy szálláson meghúzni magukat, kikkel ülnek a vonatban, amikor oda, stb. Igen. Ezek, és ugye kikkel együtt falaznak, nem tudom hol. Erre vonatkozó tudás, ez nem jut, nem, valahogy nem jön bele abba a beszédmódba, amit mondjuk a magyar sajtó, vagy a magyar értelmiség mond. Ami azt jelenti, hogy nyilvánvaló, hogy még ebben a vonatkozásban is, tehát magyarországi újságíró, vagy értelmiségi egyik oldalon, és magyar melós, aki külföldön van, igen. a kettő között olyan fal van, hogy még az se, hogy az a melós az esetleg négyszer annyit keres, mint ez a magyar újságíró Budapesten, csak azáltal, hogy mit tudom én, Leidenben, mit tudom én, mit csinál, szemetes autót vezet, igen. és az ott szerzett tapasztalat, hogy mit gondol ő az afrikai haverjairól, akikkel együtt dolgozik, mit jelent a szakszervezet, mondjuk amikor mondjuk arabokkal, afrikaiakkal és lengyelekkel kell összehozni azt, hogy hogyan lépnek föl a nem tudom milyen cég vonatkozásra. Ez nem jut el itthon. Tehát a magyarországi beszéd, sokszor én azt érzem, hogy ilyen 1970-es évek igen. vége, 80-as évek elejé bulikon elhangzott szövegeket hallok újra. Abszolút, igen.
Igen. Tehát, hogy oly mértékben nem vagyunk megtermékenyülve a saját társadalmunk kollektív, egy bizonyos részének kollektív igen. tapasztalatai által. Nyilvánvalóan azért nem, mert hát ők, akikről most beszélek, te például, ugye a munkásosztálynak ez a része, hát nem áll kapcsolatban mondjuk az értelmiséggel. Ráadásul térben sincs itthon, csak mondjuk kétszer-két hetet egy évben. Tehát ez körülbelül, ez egy hihetetlenül integrálatlan a világban is, és saját magával is integrálatlan állapotban levő félperifériás ország vagyunk, és hát még ennek a tetejére van az öngyűlölet, meg a félelem, meg a mindenféle érzetek, kisebb rendőrség, nagyobb rendőrség, mindenféle pajunk van. Igen. Ez így van, igen. Hogy egy olyan kérdésem volna, azon gondolkoztam, hogy ez a reflektálatlanság, ez mennyiben más, mint mondjuk egy nyugati típusú reflektálatlanság. Csak azért, mert azzal szemben, amit te mondasz, lehetne azt hozni, hogy oké, okay, ez létező jelenség, de egyébként nagyon sokszor, hogyha mondjuk beszélek sokszor a briteknél, ugye, amit mondtam is, nagyon erősen érezni ezt a posztgyarmati jelleget, valahogy olyan magas lóról így lebeszélnek nekem. Ugye hát a Danny Dorningnek van ez a nagyszerű könyve, ami pont arról szól, hogy ez a Brexit kapcsán, ami ennek az egésznek a birodalmi hátterét írja le. De hát nem csak ő, hanem sokan többen írtak ilyenről. Ott is azt látom, hogy azért van egyfajta reflektálatlanság, vagy legalábbis úgy tűnik az elit részéről is. Egyébként azt is leír, hogy ez újra is termeli magát, hiszen nagyon sokszor hasonló egyetemeken, iskolákon tanulnak azok az elit, ami egyébként újra termeli ugyanazt a reflektálatlanságot. Tehát, hogy ez vajon mennyiben általános így a világban, vagy mennyire magyaros az, ami nálunk zajlik, vagy miben más, mint máshol? Hát sok, hogy mondjam, ez így megint nagyon, tehát nagyon összetett jelenségről beszélünk, tehát csak túlegyszerűsítéseket fogok én is tudni mondani persze. ezzel kapcsolatban, de mondjuk egy alapvető különbség, mondjuk, hogy ha jó magyar szokás szerint ugye a Nyugat-Európával hasonlítjuk magunkat össze, az, hogy az ő reflektálatlanságuk az a felülről lefele történő reflektálatlanság. És tehát mind gyarmati viszonylatban, mind kelet-európai viszonylatban. Tehát kész. Tehát ez, hogy mondjam, ez az ostobaságuk, az a felüllevőnek az típusos ostobasága, tehát aki nem tudja, hogy mi van lenn, mert ugye neki nem kell tudnia, mert a hatalmi rendszer olyan, hogy nem kell tudnia. Ez egyébként, persze. hogy mondjam, hogy korlát is, és egyébként a maguk módján, a maguk sajátosan szublimált módján próbálják is ezt kezelni. Tehát például ezért találták fel az antropológia nevű tudományt, aminek ugye az a lényege, hogy nézzük meg, hogy mi van ott lenn, mert nem tudjuk. Ugye? Mert, hát, igen. Mert mi amúgy egyébként megtiltottuk a saját, hogy mondjam, alattvalóinknak, hogy érintkezzenek a színesekkel. Hát akkor most kidolgozunk egy speciális olyan szakmát, amelyik az a lényeg, hogy érintkezzen a színesekkel. Tehát egy ilyen, ez most én nagyon elkarikírozva. A mi állapotunk ebben a vonatkozásban jóval bonyolultabban. Egyrészt egy ilyen ezért, hogy hát ilyen varangyos békának érezzük magunkat, de és várjuk, hogy most már valami nyugat-európai princ jöjjön és megcsokoljon bennünket, és az Istennek nem jön, és ezért várjuk, és egyre hangosabban mondjuk, hogy mi tulajdonképpen szőkehajú királykisasszonyok vagyunk. Csak hát most úgy nézünk ki, mint egy ilyen varangyos béka, de ne vegyetek bennünket annak, mert nem az, tehát körülbelül ez az, és hát ez az egyik. A görcsös ismételgetése, hogy mi mennyire nyugatiak és mennyire fehérek vagyunk. Ez a kettő így van egymással, ilyen nagyon közeli rokonságban. Egyik része. A másik része, az a társadalom jelentős része az egy ilyen kilátástalanság állapotában van. Én ezt érzem. Elmúlt mondjuk a rendszerváltás korszakában jellemző, hát ilyen félig eufórikus ilyen vágyakozás vagy reménykedés tulajdonképpen ez megszűnt, és egyfajta ilyen lemondás állapotában, vagy az értelmiségre is igaz ez. Tehát amikor a nagy követelés az, hogy hát 20%-kal is emeljék már föl a fizetését a tanároknak. Tehát nem ezt kéne, hát ezt is kéne természetesen, és értem én, hogy miért ez van, mert tényleg, amikor állnak a spárba, a kasszánál, akkor ez, vagy nehogy Isten, arra ragadhatnánk magukat, hogy megvesznek egy könyvet 4000 forintért,
és akkor utána bűntudatuk van egy hónapig. Tehát ezt én értem. De hát ezzel együtt ez az állapot az fönnáll, hogy van egyfajta ilyen reménytelenségi érzés is, és hát abból nehéz lesz, hogy mondjam, jó irányba kikavarodni. Ja, és hát a másik, vagy nem tudom, N plusz egyedik dolog az, hogy a gyarmati múlt következtében a nyugat-európai volt gyarmattartó országok társadalmaiban igen jelentős számban vannak jelen a volt gyarmataikról származó emberek. Ennek is megvan maga oka. Nem azért, mert jó szívük van, hanem azért, mert a történelmileg így alakult, hogy gazdaságilag rá volt szorulva a gazdaság arra, hogy olcsó gyarmati munkaerő ne csak a gyarmatokon legyen, hanem ott is. Eleinte baromira tiltották, 400 évig, nem tudom hány száz évig tiltották, hogy betegye a lábát a gyarmati szubjektum az európai központba, majd utána egyszer csak a II. Világháború után, főleg az újjáépítés, meg egyfajta gazdasági növekedés logikája mögött, ugye rákényszerültek, hogy behozzák őket. Ennek következtében van egyfajta diverzitás a társadalmakban. Ez is többszörös értelemben ilyen kihívást intéz mindenkivel szemben. Például mondjuk az ennek során mondjuk a hatalmi helyzetbe beemelt volt gyarmati sarjadékok számára is, tehát ugye amikor ezt elemezzük már, hogy mi a londoni muszlim főpolgármesternek mi a helye ebbe a pakisztáni igen. családdal, ebbe az egészbe, vagy az indiai, ez a belügyi, ha jól emlékszem, belügyminisztere a Nagy-Britániának, az egy hihetetlen ilyen thatcherista, szélső konzervatív neoliberális bevándorlás ellenes indiai. Tehát ugye ez igen. Tehát hogy ugye ez egy borzasztó. És hát ugye azt se felejtsük el, hogy hát azért Indiában még gyarmatkorában is voltak azért milliárdosok, tehát azért az is tudott jól fizetni a helybéliek meghatározott pici csoportjának, amelyik ugye egy bedolgozott a brit. Igen. Tehát hogy ehhez képest mi egy kicsit olyanok vagyunk, mint hogy nem tudom, ugye nálunk nem áll meg a gyors vonat. Tehát egy nagyon pici a vasútállomásunk nekünk, és nekünk csak így nagyjából ilyen vicinálisok szoktak ott megállni, és messze van a fővonal. Tehát valahogy egy ilyen reakcióm van, vagy érzésem van ez az állapottal kapcsolatban, kivéve a csodálatos kivételeket. Tehát ugye az érdekfeszítő itt ebbe a Kelet-Közép-Európában, hogy ugyanakkor hát iszonyú, hogy micsoda teljesítmények is tudnak lenni, amit tudom, most csak mint a Polányi Károlyt említsen, vagy a saját szakmámban, vagy nem tudom, Bartókot, meg ilyesmi. És hát a még egy dolog, amit akartam még mondani, hogy ne legyen ennyire Magyarország központú a dolog, hogy azért vannak olyan országok így a mi régiónkban, amelyek mások kicsit a környülállásai. Például Románia egy kicsit másnak tűnik, tehát egyrészt könnyebben hozzájutnak egyfajta latin kultúrán keresztül a forgáshoz, tehát nekik nem túl bonyolult, mondjuk franciául jó kisebb, de sokkal kisebb erőfeszítés franciául megtanulni, mint mondjuk nekünk a franciául vagy angolul. És a másik pedig mondjuk a lengyelek jutnak eszembe, ahol az értelmiségnek ugye össze is egy Magyarországon majdnem négyszer akkora ország, és ennél fogva ők tényezők, akármi történik, tényezők lesznek. És ráadásul olyan helyen vannak, hogy geopolitikailag megkerülhetetlenek, és ezt játsszák, ez működik. Mi, ez egy ilyen komikus, tehát ilyen, hogy mondjam, ilyen helyzetkomikum, ami a magyar geopolitikai bizonyos értelme, amik a lengyelekhez képest. És ráadásul ugye elképesztően drámai történelmük van, ugye 120-valahány évre eltörölték az országot a föld színéről, az a szomszédai, ez egy kicsit belevéste a német lelkületbe azt a gondolatot, hogy esetleg vigyázni kéne erre. Szóval ezek mind nincsenek, ezek a problémák nekünk, ez semmi Trianon. Ehhez képest, azt mondom, nem is beszélve, hogy ők, amit mi Trianon, ugye magyar úgy mond, hogy elvesztettük a nem tudom mit, a lengyelek Trianonnal kapták vissza az államiságukat. Ilyen értelemben nincs egy egységes Kelet-Közép-Európa, vagy nagyon, csak nagyon vázlatosan egységes. És hát a másik véglet mondjuk, tudom, észtnek lenni, tehát ilyen 1,6 milliós nép. Magyarországon, ami engem valahol a legjobban zavar az azért az, hogy azért nagyon sok ilyen elvesztegetett lehetőséget is látok. Mindig megy ez az önostorodás, de egyébként nem lenne feltétlenül
rosszabb, mint nagyon sok állam, vagy akár, ahogyan szoktam mondani, a világ jó része végül is. Tehát ami olyan értelme, hogy gazdaságilag nem szegényebb, mint nem tudom, vagy hogy megnézzük az adatokat, stb. Igen. Tehát hogyha mit én nem minden bokorba stadiont építenénk, hanem értelmes dologra fordítanánk, már egyel beljebb lennénk, nem? Tehát amíg ilyen összegeket belenyomsz az oktatásba, jelenlegi ilyen nagyon erősen kapitalista rendszerre épülő oktatás, az arra épül, hogy pénz. Ha pénz megjelenik egy ponton, egyébként rögtön megjelenik a rankingben is. Ugyanaz nagyon sokszor, hogyha be tudod vonzani valamennyire a tudást, már pedig egyébként pénzzel be tudod. Tehát, hogy ez ilyen egyszerű, lehetne azon sopánkodni, hogy miért vagyunk 600-ak, vagy a Delta miért lett 300-ból 600-ak, vagy nem tudom, de egyébként ez tényleg szimplán csak pénzt kér, és ezt itt is látom, máskor is látom, tehát bárhol, amerre járok, igen, teljesen mindegy. Ez még csak nem is attól függ, hogy milyen struktúrában működik az oktatás, hanem attól, hogy mennyi pénz van benne egyébként. Már mint tényleg. Tehát, igen. Igen, hát abban egyet értünk, hogy számomra a legfrusztrálóbb a Magyarország vonatkozásában az meg nem valósult lehetőségek, tehát hihetetlen. És ennek egy alverziója ennek az a dolog, a történet, hogy hát a rendszerváltáskor, ugye hát az egyik hibás gondolat a rendszerváltásnál az, hogy itt semmi nincs, aminek értéke lenne. Igen. Tehát ugye az volt a privatizációs logikának az volt a lényeg, hogy majd jól arra vigyázzunk, hogy ne teljesen ingyen kelljen mindent odaadni. No, ami tudjuk, hogy nincs semmi értéke semminek. És ez nem így van. Tehát én konkrét történeteket tudok, hogy a Pricewaterhouse nevű értékbecslő cég szakembere sétál körbe az XY gyárban, és a gyár jelenlegi igazgatója mondja neki, hogy látja, ez is milyen silány, az is milyen vacak, és akkor egy ilyen ötödik után a Pricewaterhouse-os brit gyerek az azt mondja, hogy nem mondja már, ez egyáltalán nem silány. Tök rendben van. Ennek van értéke. Tehát ez ugye metaforaként fogom föl ezt a dolgot, hogy például arra gondolok, hogy mit tudom én ebben az országban, mondjuk most csak ilyen hülyeséget fogok mondani, hogy egy működő körzeti orvosi ellátás volt. Igen. Tehát hogyha abból nem szivattyúzzak ki az egymást követő kormányok a pénzt, pontosan, akkor lehet, hogy mondjuk 5-8 évvel tovább élne a magyar társadalom, az azt jelenti, hogy esetleg 5-6 évvel hosszabb lenne mondjuk az egészséges, kreatív időszaka az életében, amiben annyival több értéket tudna előállítani. Csak most ilyen butaságokat tudok mondani. Vagy az, hogy be az országban minden munkahelyen volt könyvtár. Hát olyan, amilyen, de volt. Igen. Most hát ki az, aki ismerte valakit, aki embert, aki bement egy könyvtárba, nem tudóst, hanem... Igen. Tehát, hogy egy csomó olyan érték volt ebben a kultúrában, amit nagyon földszinten, tehát hogy nem a nagyon emelkedett dolgokról beszélek, hanem a mindennapi életben, ami szerintem a rossz pénzköltés, illetve a rossz, tehát a rossz helyről kivett pénz rossz helyre elköltése. Hogyha más sportra akarnak költeni, akkor miért nem gyerek sportra költenek? Miért meg a felnőttekre? Ezek volnának a specifikusan mondjuk baloldali értékek az én világomban, ugye kollektív értékek megvédése, igen, stb. Hát ez az, ami gyakorlatilag lehetetlenné vált abban a beszédmódon, ami volt. Ez az egy kérdés maradt még, hogy szerinted egyébként ezzel mit lehet csinálni? Ugye egyszer tartottam egy előadást Berlinben, azt mondta nekem az egyik tanár, nem feltétlenül, vagy az egyik kolléga, nem feltétlenül ezt gondolnám, de hogy hát végül is szerintem akkor le kéne cserélni a kultúrát. Mert ugye arról beszéltem, hogy ilyen ellentétes értékek vannak nagyon sokkor ezekben a kultúrákban. Rasszizmus is ott van, meg befogadás is, és akkor így váltogatjuk, igaz? Akkor hát szerintem végül is le kéne cserélni, nem feltétlenül azt mondta, gondolom, hogy lecserélni, hanem azt gondolom, hogy erősítsük meg inkább ezt, ami így jó. Egyértelmű. A migráncsozással kapcsolatban. Ugye ez egy teljesen egyértelmű, mindenki, aki Magyarországon élt, már akkor tudja, hogy ez egy kormányzati reklámkampány volt. Igen. Ugye? Ennek az eredménye volt ez a jutottunk el oda, hogy per pillanat az ellenzék sem meri felszólalni ellenem. Az a percepció, hogy minden magyar migráns ellenes. Igen. Most én véletlenül arra is emlékszem, hogy amikor a keletinél táboroztak, ezek
a szerencsétlenek, akkor azért az is volt, hogy, hogy emberek készpénzen kifizették egynapi munka díját a gyerekorvosuknak, aki kiment, és ezért egy napig körbejárt, és vizsgálta a kis gyerkőcöket, hogy minden rendben van-e, hogy nincs-e köztük, mit tudom én, ilyen fertőző beteg, olyan lázas akármi. Meg emberek ilyen raklap számmal vettek vizet, és vitették oda. Tehát, hogy spontán módon, anélkül, hogy ismerek olyan magyar baloldali aktivistát, aki a II. János Pál pápa tér, ugye, ahol szintén igen, volt egy jelentősebb ugye, táborozás, től nem messze, pár háznyira, egy pincében a muzulmán étrendnek megfelelő, mit tudom én, már nem is tudom, mi volt, marha, gulyást, vagy micsodát főztek, és 1000 adagot dobozoltak, és vittek oda, és osztottak szét. Minden különösebb ezen nélkül állami részvétel nélkül, vagy közreműködés nélkül. Ilyen is volt. Tehát ebben a társadalomban az is volt. Ma úgy tesz mindenki, beleértve még az ellenzéket is, mintha ez nem lenne, mintha ennek a dolog természetes rendje az lenne, hogy hát ez egy rasszista ország. És hát ennek következtében az is lett. Tehát ugye, tehát azok is, akiknek esetleg több oldalú lenne az érzésű, vagy bizonytalanabbak ebbe a dologban, ők is beleájulnak abba, jó, hát akkor... Tehát ugye egy csomó ilyen apró dolgot kellett volna, vagy lehetett volna csinálni. Egyébként az meggyőződésem szerint a legjobban a magyar társadalom, amitől mondjuk szenvedünk, tehát, tehát a mindennapi szenvedés, amit látunk, annak a jelentős része az nagyon kevés pénzből megold. Tehát ez nem pénzkérdés. Igen. Igen. Tehát az attól van, hogy hol vannak a prioritások, hol mit mond az állam, és mit mond az államot benépesítő politikai erők ellenzéke. E kettő dinamikájában dől el az, hogy hova tesszük az embereknek, mi mondjuk a nyilvános kultúrára vonatkozó elképzelésük, és ennél fogva hol állnak érzelmileg. És ez az, ami előidézi a konkrét szenvedést a emberek, akiknek nincs hol lakniuk. Borzalmas. Igen, tehát ilyen szempontból az a válasz szerintem arra a német kollégád kérdésére, hogy szerintem igenis, hát talán lecserélni nem lehet, de nagyon meg kéne változtatni, és a kultának az az érdekessége, hogy tulajdonképpen jól megfogjuk, akkor viszont könnyen meg lehet változtatni. És éppen tehát én azt se gondolnám, hogy alapok ne lennének Magyarországon. Hát volt abszolút egy csomó ilyen-olyan szervő, hagyománya is van ennek is, annak is, amannak is, tehát hogy egyébként lehetne akár igen. És egyébként azt is gondolom, hogy ez nem politika, tehát annyiban egyetértek veled, nem csak pénzkérdés, az egy dolog, de egyébként nem feltétlenül minden politika, tehát hogy olyan értelemben, hogy mit tudom én, tényleg ahhoz, hogy bizonyos értékeket meghonosítsa a társadalomban, az nem feltétlenül csak a politikusokon keresztül mehet. Egy szimbóluma lehet a kerítés is, meg a nem tudom egyébként ilyenek, tehát ennek az elfogadottsága is olyan komikus, ez teljesen egyetértettem veled, amikor valahol így mondtad, hogy hát tényleg, tehát ez is, tehát hogy hát nem, tehát nem kell hülyeséget elfogadni, nyugodtan szóvá lehet tenni semmi. Igen, és hát ugye ugyanakkor azt is tudjuk, hogy ez senkit nem állít meg, tehát ugye tehát azt az állítólagos funkcióját sem tölti be. Furcsa, tudod, itt ülünk, te ülsz Itakában, én meg itt Budapesten, és ilyeneket mondunk, és én teljesen úgy érzem magam, mint valamilyen szélső, radikális szekta. Tehát, hogy oly mértékig hiányoznak már ezek a teljesen számomra nyilvánvaló dolgok a magyarországi kommunikációból. Igen. Nagyon érdekes, igen. Én nem így érzem, én nem szektának érzem magam, én ilyen bizonyos értelemben olyasfajta kívülállónak, hogy van egy ilyen fal, ami engem így körülvesz. Tehát, hogy nagyjából, mint hogyha egy ilyen olyan kvázi sivatagban én, amikor így magyarázom a dolgokat, és akkor így tényleg látom, hogy így nem megy át. Tehát, hogy nem megy át, hát az ember azt gondolná, hogy ez a késő, a villáz, de így szoktunk, vagy nem tudom. Tehát tényleg, tehát ilyen, valahogy ilyen alap dolgok, hogy nem tudom, hát megnyom a villanykapcsolót, ő kapcsolódik. Ez is evidens, nem? Tehát, hogy
Hogy valahogy így tényleg nekem így fél naponta van egy ilyen rácsodálkozásom. Hogyan lehet ez? Hogyan lehet az? Nem tudom, a sajtónál is bárminél eszembe jön. Hogy ennyire nem plurális, hogy mindig ugyanazt a véleményt, hogy nem zavarja őket, hogy mindig ugyanazt a véleményt tolják. Tehát, hogy nem, mert lehet, hogy valamilyen nem értek egyet, de hogy megint még három ugyanolyan cikket kell megjelentetni, míg tudjuk, hogy az összes többit elhallgatják. Tehát valahogy ilyen nagyon furcsa élményeim vannak folyamatosan, tényleg két naponta. Egy ilyen rendszerben az ember óhatatlanul is így kicsit így kívülálló lesz. De mondjuk én nem bánom, mert én alkatilag valahogyan így szerettem ezt fiatalkorom óta, vagy a zenékben is, meg a nem tudom miben is, de hogy valahogy ott ragad, igen, kívülállóként. Igen. Hát a etnográfiai módszer lényege az, hogy az ember kín is legyen, benn is legyen. Tehát, igen. Hogy Én azt szeretem, hogyha nyitva van valami kerítés ajtó, ahol tudok mozogni. Köszönöm, szuper, köszönöm. Ez így szerintem végtől, meg szuper. Köszönöm szépen.